Közösségi élmény volt, nagy találkozás. Így értékelték a 29. Szent György napokat a szervezők és a lebonyolítók a kiértékelő sajtótájékoztatón. A városünnepet a 100 tagú cigányzenekar fellépése nyitotta meg, és az Edda koncertje zárta. A programok több tízezer embert vonzottak, a környező megyékből is érkeztek érdeklődők. Ez egy életképes közösség, tudunk dolgozni és szórakozni is. Értékelte a 29. Szent György napokat Antal Árpád, Sepsi Szent György polgármestere. Az egyhetes kulturális hét és az azt követő ötnapos fesztiválünnep problémamentesen, civilizáltan zajlott le, pedig volt olyan koncert, amire 20 000 ember is összegyűlt a város főterén. 300 ember dolgozott a szervezésen, a pandémia kiszámíthatatlansága miatt rekordidő alatt állították össze a programokat. A kulturális héten 9 000 jegy fogyott a zárt ajtók mögötti rendezvényekre, 95%-os telítettséggel mentek a programok, ami azt jelzi, nagy igény van a kultúrára. Az ifjúsági udvar idén új helyszínen, a Dohánygyár udvarán kapott helyet. Varga Fruzsina ifjúsági ügyekért felelős alpolgármester szerint a helyszín tökéletesen bevált, mindenki elégedett volt. Annak fényében, hogy mennyi embert sikerült megmozgatnunk így a 29. kiadás alkalmából, a 30-at még nagyobbra és még szebbre tervezzük. Én mosolyokat láttam az emberek arcán, illetve törekvést arra, hogy minél több programra eljussanak, és minél több helyszínen jelen tudjanak lenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a 2022-es Szent György napok egy újrakezdés volt, egy olyan töltekezés, amiből most az elkövetkező 365 napban építkezhetünk. Idén a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a környezettudatosságra is. Mind a kézműves vásárban, mind a vendéglátóhelyek tekintetében ügyeltek arra, hogy minél kisebb legyen a rendezvény ökológiai lábnyoma. Még így is 369 köbméter szemetet szállítottak el a hulladékgazdálkodási vállalat munkatársai. Bár ez arányaiban kevesebb, mint a legutóbbi városünnepen, de még mindig sok. A jövő évi jubileumi 30. Szent György napokon a fenntarthatóságra a szervezők még inkább törekedni fognak.